a 21. Századi ember számára van-e valami ebben az egész dologban, amire érdemes odafigyelni, amire érdemes azt mondani, hogy érdemes itt visszatekintgetni embereknek akár a 9. században, vagy még korábbra a magyar történelembe, mert van-e használható dolog. És én azt mondom, hogy van, óriási értékek vannak a múltunkban, meg kell próbálnunk minél több értéket onnét idehozni, és a mai 21. században élő ember számára kézzel foghatóvá tenni ezeket az értékeket. A Kassai Lovasi Világszövetség az olyan, mint egy nagy család. Hova terebélyesedik ez még? Nem tudom, hogy mekkorára tud nőni. Én azt gondolom, hogy a mai kor embere egy kicsit szeret fölpörgetni mindent. Tehát lehet mesterségesen fölgyorsítani, lehet pénzt pumpálni valamiben, és lehet lufikat fölfújni, de az igazán kemény fák azok mind a tölgy, azok évszázadosak. Tehát annak meg kell adni az időt. Én nagyon türelmes vagyok, ez nem lesz egy gyors felfutás, de én biztos vagyok abban, miután az érdeklődés nagyon nagy a lovasijászat iránt a világ minden részén, hogy ez a dolog véleményem szerint jó esetben még az én életembe el fog terjedni, hiszen azért ma már Kanadától Új-Zélandig találkozunk mindenütt a kassai féle pályákkal és ezzel a szellemiséggel, de például ahhoz, hogy olimpiai sport legyen, és miért ne játszunk el ezzel a gondolattal, hogy egyszer a lovasijászat olimpiai sport lesz, hiszen birodalmak jöttek létre és dőltek meg a lovasijászat nyomán, ahhoz minimálisan 50 országba kell hivatalos szervezetként működnie, és a jelenlegi olimpiai sportok azért 100 fölött vannak, tehát 100 ország áll az olimpiai sportág mögött, ahol hivatalos szervezet működik, hát ez a 10 ország, ez még nagyon, nagyon gyerekcipő, de haladunk töretlenül. Most már számomra világos, hogy mit adtál te ennek a új sportnak, de mit kaptál te a lovas ijászattól? Mit kapsz ezektől a gyerekektől, akik itt vannak? Az életet gyakorlatilag. Mm. Egy élhető életet. Tehát, hogyha ez nem lenne, akkor nem sokat érne az életem, azt gondolom. Tehát én nem tudom már elképzelni magam a jelenlegi társadalomban Magyarországon. Tehát, hogyha ez a sziget nem lenne, akkor én az a gazdasági és politikai és kulturális és morális helyzet, ami Magyarországon van, az számomra egy élhetetlen dolog, és hogyha nem lenne ez a kis sziget, vagy nem lennének ezek a kis szigetek, akkor én nem látnám értelmét ennek a nyüglődésnek. Az én dolgom a világban az, hogy lovasi jászol. Ez szent meggyőződésem.